Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Frostpunk negyedik epizódja az Endless módon belül a Constructor verzióval. Hölgyeim és uraim, túléltük az első vihart, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Örülök, hogy túljutottunk ezen a fázisán a játéknak, és most itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy előre tekintsünk, és a következő katasztrófát is szemügyre vegyük kicsikét közelebbről. De még mielőtt ez megtörténne, szét kell osztanom ezt a 133 embert, ugyanis megérkeztek a munkások legutóbbi alkalommal, és most itt van az idő, hogy újra szétosszam az embereket a különböző épületekbe. Először is a másik felderítőnek szeretném kiadni az úti célt. Observatorium, Storm Shelter. Írom, hogy később akarok menni, mert valószínűleg megint nagyon nagy mennyiségű embert fogok behúzni a kolóniába, úgyhogy megcélzünk egy másik pontot. A Space még egyáltalán nem nyomom meg, ugyanis egy újabb tudományos csomagot kellene kiválasztanom, ami igen-igen jó lenne. És talán az Improved Heaters-t kellene kiválasztanom, hogy a fűtött zónától távolabb eső épületeket is fel tudjuk melegíteni. Hogy az embereink a lehető legkisebb eséllyel kapjanak bármi jellegű betegséget. 6 vasunk van, tehát ez valószínűleg nem fog megtörténni. Most még ugyanis ez a technológia, már azt hiszem, hogy ilyen 20 vas környékén, így is van, ahogy mondom, 20 vas környékén igényel ahhoz, hogy működőképes legyen. Bekapcsoljuk itt ezt a melegítőt, és munkásokból adunk itt 10-et, és... szuper! Szuper! Élhető környezet van. Az egy nagyon-nagyon jó hír. Hasonlóan cselekszek a Valdrielnél is. És ide már kiosztottam az embereimet. Hűvös, de szerintem nem lesz annyira durva, ha jobban belegondolok. Na lássuk, mi van még itt. Itt van akkor egy sawmill, ami 54 fát tartalmaz. Ezt hamarosan át fogom telepíteni a másik zónába, azaz ide. Vagy pedig egy picikét előrébb fogok lépni. 123 emberem van, akiket mindenféleképpen foglalkoztatnom kell. Nyers kajám egyenlőre nincs. 727 kajám van, ami bőven sok. Ennél a területnél van még 318 szén. Ezt is jó lenne kiszednünk a lehető leggyorsabban. És szétosztani akkor ezekbe a házakba a munkásokat, hogy el tudjanak menni valamennyi kajáért. Azaz az összes kajáért. 63 emberem maradt. Ide engineereket is ki tudok osztani. Szerintem 42-ből 10 engineert még ide ki fogok küldeni. És a Watch Towers, igen, ahova embereket nem osztottam, viszont megcsináltam, ami adott egy kis reményt az embereknek, ami abszolút nem rossz, bár ezekre a tornyokra most jelenleg nincsen szükségem, mert annyira nincsen nagy elégedetlenség így a falvamon belül. Amennyiben csak munkásokat lehet elosztani másik helyre, akkor természetesen ezből a Hunter's Hutokból ki fogom venni az embereket, de túl sokáig nem tervezem, hogy a munkásaim a Hunter's Hutokban legyenek, ugyanis, hogyha a tudományos csomagot egy kicsit megnézzük, akkor látjuk, hogy van egy ilyen Flying Hunter's ház. Ami 20 vasat igényel. Nézzük meg szépen a hőtérképet. 1, 2, 3 nap múlva csökken egyel a hőmérséklet. Ez idő alatt ki kellene fejlesztenem egy következő heaters szintet, emelnem kellene a széntermelésemet, és le kellene raknunk már flying house-okat, amíg a felderítőim felderítik, hogy valójában mi is történik. Úgyhogy én azt mondom, hogy szemmel tartom szigorúan ezt a steelt, valamint megmondom az embereknek, hogy amennyiben lesz elég nyersanyagunk, akkor még egy Steelworks. Hát van elég nyersanyagunk? Hiszen csak fa kell a Steelworks-höz, és ki tudok adni majd egy következő csapatot, ki tudok osztani ide majd dolgozni. Rá is pörgünk, megvárjuk a 20 vasat, és meg is vagyunk. Nagyszerű, megvan a 20 vas. Most válogathatunk. Hathouse-ra nem valószínű, hogy rá fogok feküdni. Talán majd egy ilyen late game technológia lesz, hogyha mindent kifejlesztettem, amit akartam, és már csak így hátra akarok dőlni, és akkor azt mondom, na jó, legyen a Hathouse, milyen, legyen az, mit szóltak hozzá. És az lesz a megoldás. Steam Sawmill, Steam Steelwork és nagyobb szénkitermelés, Coal Tamper. A Coal Tampert használni fogjuk. A Coal Tamper egy olyan épület, ami leás a földbe, és szenet hoz fel. Egy szén rakást gyűjt maga köré, és azt pedig a Gathering Posttal lehet majd szépen gyűjtögetni. Ez egy nagyon-nagyon jó cucc, nem csak azért, mert így értelmet kap a Gathering, maga a gyűjtögetés, de bárhova le lehet tenni, tehát ez ezért nagyon-nagyon jó. Tehát akár for ilyen fűtött zónákba is el tudom helyezni problémamentesen.
Nos, ez annyira nem égető, most, hogy így jobban belegondolok, lehet, hogy akkor ebbe az irányba fejlődünk tovább, a faktorit is természetesen ki fogom majd választani, de aktuálisan most még nem annyira égető, mert fogok majd csinálni mindenféleképpen automatonokat, de talán a Steelworks lesz a következő, mert minél később, minél távolabbra jutok el, ez meg csak 15 vas kell, minél távolabbra jutok el a játékba, annál elindítottam a fejlesztést. Jó, rendben. Rendben, Steelworks vagy Coltemper, mit is akartam most írni? Ja, megvan. Technológia és workshop. Lesz a következő állomásunk, hölgyeim és uraim, ugyanis mindenféleképpen kellenek technológiák, és még 2 darab workshoppal meg tudom ajándékozni a környezetemet, és majd következő fázisnál majd ki tudom egészíteni ezt a zónát. Itt van még egy Steam Hub-om, amit hát munkaidőszerűen fel tudok kapcsolni. Ugye a Steam Hub-okat lehet változtatni a 8 órától 18 óráig, tehát amíg tart a munkaidő fűtsenek, vagy pedig 24 órába. Természetesen, ahol házak vannak, ott 24 órába kell, mert nem igazán örülne senki, hogy így hirtelen így elfogy a hőmérséklet, aztán gyakorlatilag így teljesen megfagyunk így éjszakára, mert nem mennek ezek a nyomorult Steam Hub-ok. Na lássuk, mennyi szenünk van. 756-ot fogyasztunk, és 756-ot szerzünk, és 754-et fogyasztunk. El annyira nem jó! És ha megnézzük a hőtérképet, nagyon-nagyon szépen néz ki itt a környezet, és szerintem egyes fokozatra lekapcsolhatjuk, ami által a sziklák már hidegek, de a sziklák azok gyakorlatilag döglött macskát nem érdekelnek. Hamarosan elfogynak a betegeink, erről van szó, elfogytak a betegeink. Most már kevesebb szenet fogyasztunk, itt is van a gyönyörűséges zöld csík, 756-ot szerzünk naponta, és 394-et fogyasztunk. Na már most, fel tudjuk kapcsolni ezt a Steam Hub-ot, illetve le tudjuk rakni még azt a 2 darab workshopunkat esetlegesen, de szerintem nincsen benne a zónába. Valószínűleg nincsen benne a zónába. Steam Hub, vagy pedig... most kezd el nőni, viszont itt van egy küldetés. Note of thanks. Someone has left a note of care house. Igen, hogyha lerakjuk a care house-t és gondoskodunk a sérültekről, akkor mindenféleképpen kapunk az emberektől egy olyan pozitív visszacsatolást, és ez nagyon-nagyon tetszik a játékba, hogy így kezeli ezt a szituációt, és a remény is felment, gondolom, hogy nagy dobra verték. Itt van, valójában meglengetik a papírt, valaki meg tudja köszönni azt, hogy segítünk rajta. Szépen olvad elfele a következő gyűrűbe. Viszont ezek a cookhouse-ok annyira nincsenek jó helyen, azt kell mondanom, hölgyeim és uraim. 502 darab fánk van, úgyhogy a következő raktárunkat mindenféleképpen fának fogom elhelyezni. Itt elfogyott már a fánk, úgyhogy ezt az épületet itt le is fogjuk bontani. Nagy hangsúlyt szeretném majd fektetni mindenféleképpen ezekre a szénerőművekre, mert ezek nagyon-nagyon fontos erődítmények lesznek a továbbiakban, főleg akkor, hogyha sikerül kifejlesztenünk a technológiát rá, hogy még jobbak, még hatékonyabbak legyenek. Megnézek, lecsakolom gyorsan így a szén fogyasztásomat. Jó, akkor itt minden megvan. 424-et fogyasztunk naponta, és szerintem minden működőképes. Ide beosztok néhány mérnököt, és be is van kapcsolva itt a heater. Valamint ide is beosztok néhány mérnököt, és hiába van bekapcsolva, lehet, hogy csak napközben, lehet, hogy igen. Napközben. Gondolom. Megérkezett az egyik felfedezőnk, lássuk, mit találtunk. További utakat? Nagyszerű, akkor szépen bejárjuk a környezetet. Small Karin, illetve Abandoned Campsite. Na, az elhagyott campsite-nál talán van valami használható, hölgyeim és uraim. Az mindenféleképpen jó lesz, hogyha látunk valami izgalmasat, vagy valami érdekeset. Arra szükségünk van. Ez itt mi? Hunter's Hut. 3 beteg van a Hunter's Hut-ba. Hát van ilyen. Pörgessünk meg az időt, hölgyeim és uraim. A másik felfedezőnk is megérkezett. Szén és vas. Ez így nagyon-nagyon jó. 61 vas, 54 szén, ezt szépen bezsebeljük. És az empty campsite, szintén egy empty campsite fele megyünk. Mace Rock. Ugye ezt a 2 irányt nem választottuk, megyünk ebbe az irányba.
közben bezumolunk. A lehető leggyorsabban el akarom érni, hölgyeim és uraim, azt, hogy a legtöbb felfedező szám szerint három. Három felfedezőnk lehet. Steelworks ki is van kutatva. Ez egy nagyon-nagyon jó eredmény. És van nyersanyagom, hogy további kutatást végezzek. A Steam Salmia mindenféleképpen jó ötlet lenne. Steam Cold Tamper. A Steam Cold Tamper a teteje. Igen, itt már csak fejlesztés van. Tehát, hogyha a Steam Cold Tampert lerakunk, az a játék hátralevő részében nem szorul fejlesztésre. És ez ilyen. Szuper. Szénkitermelés, megnézem, hogy hogy állunk idővel. Szénkitermelés az egy maybe. Az egy maybe. Talán a heatinget kellene erőltetnünk, hölgyeim és uraim. Steam Hub Range Upgrade. Ez is tetszik. Ez is tetszik, és még mindig fel tudjuk kapcsolni egyel. Ugye a fokozatot. Egyel még fel tudjuk kapcsolni a fokozatot. Generator efficiency. 10%-kal kevesebb szenet használnunk kell. Lassan el fogunk oda jutni, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lesz. Most fogjuk elkezdeni kikutatni. 141 kajánk van. Én beosztok ide néhány mérnököt, hogy legyen gondjuk ezekre az ennivalókra. És technológiával egészen szépen haladunk. Lehet, hogy le kellene raknom ide valahova, be kellene egyel nem. Bár lehet, hogy ezt az épületet én most le fogom bontani, és ide jöhetnek a workshopok. Jó, köszönöm szépen. Felépítjük ezt a kettő workshopot még, amit tudunk. Így van. Egyszer, oda még házakat le tudunk rakni. Kétszer. Fűtött területen vannak tehát a mérnökeink, illetve a gyerekek, akik velük együtt dolgoznak. Mindenféleképpen jó helyen lesznek. Generator Efficiency Upgrade Researched. Nagyszerű. Most növekszünk? Gondolom, hogy növekedni fogunk. Oké, jöhet a következő tudományos csomag. Ugye az Improved Heaters volt szóban, amire szeretnék rámenni. Igen. Most megpróbálok valami prioritást a fejembe összerakni. Exploration. És itt van a következő. Ja nem. Megnézem, mert lehet, hogy tudok még egy... Lehet, hogy tudok még. Egyébként. Hol vagy? Itt vagy, Beacon. Ott van. És elmentem mellette. Öt munkás gyorsan kiveszek. This building can't support another expedition. Current limit 2. Na várjunk. Oké. Lássuk a technológiát. Exploration. Itt van additional scout. Oké, 4-es szint lesz. Akkor ide visszapakoljuk az embereket. Mindenki dolgozzon, aki csak tud. És hogy az emberek örüljenek, szerintem 1-2 hát 4 mérnököt be, 3 és 4 mérnököt berakok ide. Jobban biztonságban érezzék magukat. Oké. Még 5 mérnök, és már csak 5 emberem maradt. És még 5 mérnök. Nagyszerű. Kifulloztuk, hölgyeim és uraim, ez az épület már haszontalanná vált, hogy szépen lebontjuk. És rá kell menni mindenféleképpen a kolmányra, valamint a Cold Tamperre. És a Cold Tampert lehet, hogy valahova ide fogjuk elhelyezni. És körbevesszük majd ilyen gyűjtögető házakkal. Ó, mindenkit felfedezőm elérte a megfelelő pontot. Újabb utak. Nagyszerű. Isolated Shelter. Lost Vehicle. Isolated Shelter. Mehetünk. Lássuk a másik. Szeret és fát talált. Oké, köszönjük szépen. Nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, mindenféleképpen a generátorokra gyűjtünk, arra megyünk. Frozen Excavation. Yellow Flag. Frozen Excavation. Nem tudom, mit jelent a sárga zászló így a hegymászásba. Lehet nincs konkrétum, hogy valójában mit jelent. Úgyhogy fogalmam sincs. Mennek a vadászok. Indult egy újabb nap. És 77 vasunk és 607 fánk van. És elméletileg már tudunk átépíteni? Azt hiszem, hogy tudunk. Steel, Steam, ez az. 1, 2. Mind a kettőt felfejlesztjük, és az éjszaka remek alkalom lesz arra, hogy ezt az embereink megcsinálják. Propose! Újabb törvényt adunk ki ebbe a nagyszerű kolóniába, hölgyeim és uraim, ami nem lesz más, mint a Foreman. Foreman zseniális. Gyakorlatilag meg tudom növelni hatékonyságát egy munkahelynek 10 kaja árán 40%-kal. Ez mi, ha nem tápos? 24 órán át.
kaját kell termelni, és gyakorlatilag 40%-kal megnövelek minden teljesítményt. Amint elkezdődik a reggel, 8 órakor szépen be... Hát nem 7 órakor. 7 órakor beizítjuk. Ez azért nagyon fontos tudománycsomag, hölgyeim és uraim, mert ugye kiadhatjuk az extended shiftet. Amikor 24 órán át dolgoznak az emberek, de nem annyira örülnek neki, mert ki a franc akar 24 órán át. Aztán megint így 10 órán át dolgozni, hát senki, szerintem. Szerintem. Na, kolmány, másik kolmány. Színből nem állunk valami jól, úgyhogy kapnak egy kis kaját. Itt is kapnak egy kis kaját. És nyomhatják 80%-kal. 280% így az össz, amit össze tudtunk hozni. 4,2. 7. Nagyon jól termeljük mostantól kezdve a vasat. És egy újabb technológiával lettünk gazdagabbak. Na lássuk, hogy állunk. Resource. Szénkitermelés az egy jó pont, de most már, hogy megvan ez a törvény, nem annyira égető. Ez fontos. És mivel a kaját el tudjuk használni annak érdekében, fel tudjuk használni, hogy még produktívabbak legyenek, ezért a Flying Hunters lesz a következő nagy mérföldkövünk. Az egyik felfedezőnk megérkezett, és újabb területeket találunk, persze itt nincsen semmi. Lássuk. Narrow Valley, Empty Snow Hut. Na mi lehet egy üres kis viskóban? Fogalmam sincs. Rápörgetjük. A technológiánk csak úgy szárnya, hölgyeim és uraim. Timely intervention. Sir, a Shine Climate Generator, igen, ez fontos. Balesetek történhetnek, hogyha a gyerekek nincsenek fedett helyen. És ezzel kapcsolatban nekem mindenféleképpen lépéseket kell majd tennem. Megérkezett az emberünk, de még mielőtt tovább mennénk, a gyerekeknek egy szállást szeretnék elhelyezni. Ezen az oldalon nem tudok építkezni, de ide tudok, sőt ide is, és benne van a zónába. Oké, oda is mehet. Ha jobban megnézzük, akkor 15 gyermek elszállásolására vagyunk képesek, és 5 gyermek még nyugodtan garázdálkodhat az utcákon. Steam Cores! Megvan, srácok, lányok. Gyorsan felfedezzük. 5 Steam Core rendel, és mint ahogy látjátok, errefele nincsen semmi. Storm Shelter nem. A Lost Vehicle-höz elmegyünk, és megpróbáljuk ezt a zónát egy kicsit felderíteni, majd utána megyünk a Storm Shelterhez, csak természetesen fejlesztenünk kell a termelésünket, a tudományunkat, és mindent, amit csak lehet. Mivel van elég nyersanyagunk, és most már a fém is ömlik be a raktárba, mint a állat, ezért a resource depotokat kívánom a továbbiakban még inkább fejleszteni. 2-t, talán 3-at, igen, 3 lesz a varázsszám. 3 resource depotot el is helyezünk, és gyorsan felépítettem azzal a 11 emberemmel, aki még jelenleg nincs semmilyen munka alatt. Még egy technológia! Ez nagyon jó, srácok, lányok, ez nagyon jó. Termelés és technológia. Minél gyorsabban elérünk magasabb szintet, annál jobban, annál könnyebben fogunk technológiákat is elérni, mert lesz nyersanyagunk. Ja! Akkor nagyjából minden megvan, amit szerettem volna. Steam Sawmill, igen, 1, 2, 3, ami még égető. Steam Coal Mine, ez az, ami most nagyon fontos. Valamint, azt követően a Steam Coal Mine után, ugye elmegyünk erre, és itt is rengeteg szénszerzési lehetőségünk lesz. Azt hiszem, hogy a Factory van még, amit kikutathatnánk, de most jelenleg a 3-as technológiai fát fogjuk előtérbe helyezni, és küldjük neki. Majdnem 1000 szenet sikerült összeszednünk egyetlen egy nap alatt, úgyhogy csak ezek a kolmányok dolgoztak. A reggelt úgy fogjuk kezdeni, hogy egy picit hidegebb lesz. De csak egy icipicit. Megnézem szépen itt a hőtérképet, élhető, ezek chillik lesznek, ez lehet, hogy frozen lesz. Miért vagytok éhesek? Amikor van 781 kaja. Azt mondjuk nem bírom felfogni. Na de se baj, pörgetjük tovább az időt. You can keep going in this while I said. Lássuk, hogy milyen rendeleteket tudunk még kiadni. Ugye itt vannak még épületek, amiket elérhetünk. Exploration, overcrowding. Ja igen, ez a túltelítettség. Igen, our medical facility should be fully. Ja igen, ha a gyógyászati épületeim megtelnek, akkor a földre fektetik a betegeket. Földre. Most kérdem én, nem jobb, hogyha otthon, persze nem jobb, mert szétköhögi a bacit, többiek is betegek lesznek, stb.
Na most a kórház padlóján aludni, nem tudom, hogy ez mennyire hatékony, szerencsére még sose találkoztam ilyen szituációval, úgyhogy tapasztalataim nincsenek, viszont az extra adag a betegekre, az extra kaja a betegekre, az mindenféleképpen jó lesz, és mint ahogy mondtam az előbb, szeretnék a kajákra ráfeküdni. Mármint nem fizikailag, hanem az, hogy a lehető legtöbb termelésünk legyen. 120 nyers ételünk van, és szerintem az egyik raktárat kirakom a kajákra. Nagyszerű, megérkezett az egyik felfedezőnk, és újabb területeket érinthetünk a felfedezni vágyó mancsunkkal. Steam Lorry? Hát szerintem a Steam Lorry-nál kell, hogy legyen Steam Hub. És öttel megint gazdagabbak lettünk. Nem szabad elfelejteni. Amint kifejlesztjük a következő tudományos csomagot, 30%-nál vagyunk, hölgyeim és uraim, elkezdődött a munka. Vasat nagyon jó tempóba szerzünk. És gyűjtenünk kell elég sokat belőle. Na itt mi történt? Ghost on the horizon! Captain, a beacon lookouts have exploration site. Victoria class didn't direct the best spot in the horizon. These activities vehicles we use are most important tasks. Na! Ja, vannak ilyen küldetések, hogy valami nagyon ritka cuccot szerezhetünk. Meg kell nézzünk, hogy mi az. Meg kell nézzünk. Itt is van. Jó, megszerezzük mindenféleképpen. Megérkezik a felfedezőnk, visszajön, elmegy érte, megnézi a mészrakkot, elmegy érte, és az emberekért. Ennyi idő szerintem elég lesz, hogy fel tudjunk készülni az emberek fogadására. Munkahelyteremtés szempontjából is, kész a technológia, illetve lakhatási szempontból is egy nagyon-nagyon fontos szegmense lesz a játéknak. Faktorit, amit kifejlesztjük, mehetünk rá a protézisekre, illetve az automatonok fejlesztésére. Az automatonok ennyire szuperek. Nagyon jók. Nagyon zseniálisak. Imádom őket. Steam Vadrill, Steam Coal Mine. Kettő Steam Core kell. Valójában ez az, ami 4 Steam Core-t instant levon az egész fejlődésünkből. De ezt mi most ki fogjuk fejleszteni. És a ház, az utolsó épület az, amit most kifejleszthetünk. Megnézzük egy hőtérképet, hogy valójában hogy állunk. Ó! Hát le is kapcsolom itt a fűtésre. Habár lehet nem kéne lekapcsoljak. Lehet nem kéne lekapcsolnom. Sőt, talán fel is kellene kapcsolnom. Exemplary behavior. Group of people found inspiration in the work under the guidance of 4 men and have decided to organize this workplace of their own. Spirit and motivation are expanded today. Ez az. Szép volt, fiúk. Jók vagytok. Jók vagytok, ezért kaptok fűtést. Ja igen, azért mert 2. szintre emeltük. Hát ez nem tudom mennyire hatékony. Lehet egyébként jobb lenne egy Steam Hub-bal felfejleszteni itt a termelést. Oké, okay. 900, majdnem 1000 kajánk van, és itt van egy várakozónk. Coal and steel. Nagyszerű. Menjünk szépen vissza. 22 óra alatt hazaérünk. Nagyon jó a könnyített felszerelés. Nagyon-nagyon-nagyon jó. És vége van a munkaidőnek, hölgyeim és uraim, még egy éjszakát át kell húznunk. És holnapig van csak mínusz 40 fok, azt követően enyhülés következik, aztán megint hűl az idő. Tehát ilyen ingadozósan, Steam Course, erről van szó, újabb adagot sikerült bezsebelni. Mind az ötöt fogjuk meg, mind az ötöt. És nézzük meg, hogy itt ebbe a völgybe mi található. Oké, pörögjünk rá. 15 óra múlva megérkezik a felderítőnk az újabb pozícióba. 900 kajánk van. Rengeteg élelmiszer el van raktározva, ez valami fantasztikus. És lassan az embereket tudjuk is majd foglalkoztatni. Hajnal 5 óra van, és meg kell várnom mindenféleképpen a technológiát, de talán Hunters 40 vasba kerül. Nem gyenge. 2 lerakok belőle. Gyerünk, pörgessük meg. És amint megvirrad, szeretném megcsinálni a Steam Coal Mine-okat, hogy a szén termelésünk aktuálisan egészen használható legyen. Köszönöm szépen! Steam Coal Mine Research. Lássuk, hogy mi legyen a következő lépcsőfokunk. Csak úgy száguldunk, hölgyeim és uraim, így a technológiák között. A house még annyira nem égető,
10% széntermelés, vagy pedig Steam Wall Drill. 544 fánk van, talán a Wall Drill sem annyira fontos. Ház, Infarmi, Mechanization. 5-tel kevesebb mérnök kell ebbe az épületbe. Melegítés, Power Upgrade 3-as, Generátor, Range Upgrade 2-es. Lesz a következő. Méghozzá azért, mert egy újabb ház sort le tudok rakni, és az érkező embereket mindenféleképpen fogadnom kell, hölgyeim és uraim. Itt van néhány lakhatási lehetőség, amit ki fogok használni mindenféleképpen, és ugye, amit mondtam, elhelyezem a Steam Coal Mine-okat. Először csak az egyiket, aztán a másikat. Hát, nem valami jó, hát még így is pluszban vagyunk szénnel. És most kezd el repülni, 60 per óra, 24 per óra. Ez a különbség, srácok, lányok. És hogyha még egy 40%-ot erre a 120 per órára rátolunk, annyi szenünk lesz, hogy mindenhonnan az fog kifolyni. Steam Coal Mine. Köszönjük szépen. Valamint még nem jelölöm ki, meg is érkeztünk, hoztuk mindenünket, amink csak van, és meg is állunk, technológiával is készen vagyunk, rengeteg minden történik, nagyon-nagyon pörgős a játék. Oké, mint ahogy mondtam, a Maze Rackot mindenféleképpen meg szeretném nézni, azt követően pedig a Buried Dreadnakot, ami a küldetés, azt. Így van. Fejlesszük a szín termel... Ó, technológia! Mindig túl kattintok. Heaters Efficiency Upgrade, mínusz egy színnel. Ez nagyon jó. Kettő helyett egy színre lecsökken, ugye a különböző épületeknél ez a fűtés. És ha ezt lekapcsolom, akkor chili, szerintem ráadhatjuk a két szenet. Ezek olyan jól dolgoznak ezek a srácok, hogy arra nincs megfelelő szó, sem több szóból álló kifejezés, méghozzá azért, mert most már plusz 1000-ben vagyunk, és majd a következő vihar után fogjuk szerintem a Coal Tamper-t előtérbe helyezni. Wood, Raffur és Steel. Elveszünk mindent. Mindent. Szerencsétlenektől. Yellow Flag. Cikk-cakk, kova szépen hazamegyünk, és a lehető legtöbb nyersanyagot összegyűjtjük, mert így tudunk bónusz nyersanyagokat szerezni. Következő törvény, hölgyeim és uraim, nem a Public House-ra fogunk rámenni, hanem a Guard Station-re. Megépítem, embert rakok bele, esküszöm. Esküszöm, úgy lesz. Base Heating Level 2-es, nem baj, majd kap egy kis szenet. Igen, kettő Guard Station-t kell csinálnunk. Én ezt kifejlesztem, mert ezek után olyan technológiákat érünk el, amik nagyon-nagyon-nagyon jók lesznek. Lássuk, Order, Guard Station, és egy tipikus házméretet kapunk, hölgyeim és uraim, amit ide talán el is tudunk helyezni, 3x2-es, egyszer, és... Hát lehet, hogy ide közé. Lehet, hogy ide közölve kellene, mondjuk ide, mert ott már van ilyen lookout tower-öm, vagy mi a bubánat, és mondjuk ide egyet. Oké, azt összekötjük úttal, és az emberek biztosan boldogak lesznek. De jó, biztonságban vagyunk, végre a főnök adott, észrevett minket! A discontent az megemelkedett, mert nem annyira szeretik az emberek, hogyha figyelik őket, de hogyha valaki parázik azért, mert valaki figyeli, akkor ott biztos, hogy van valami vaj a fül mögött. És jön az enyhülés, mínusz 30 fok, hölgyeim és uraim. Rengeteg kajánk van, horribilis mennyiség, és a Foreman a szénnél újra... Újra elindul. Gyerünk, termeljetek! Termeljetek, gyerekek! Elindultunk, megpörgetjük, és a szén ömlik a raktárba. Egyenesen ömlik a raktárba. Pontosan ezért kell a lehető legtöbb resource depotot létrehozni, hölgyeim és uraim, mert nagyon-nagyon sok nyersanyagunk lesz, ha szerencsénk van, és ezt, hogyha nem raktározzuk el, elfolyik a francba. Tehát nincs olyan, hogy így kihordják az udvarra, sublimál, így abszolút eltűnik. Észre sem veszed, és már hopp, nincs is itt a nyersanyag. Ember. Egy. Még egy. Emelkedett a remény az embereknél, ennek nagyon-nagyon tudok örülni, és az egyik felfedező megérkezett. Oké, újabb területeket tudunk... Igen! Jó, menjünk ide a küldetéshez, és még viharnak nyomát sem látjuk, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Ami nagyon-nagyon jó. Oké, külső gyűrű az most már teljes mértékben melegebb, látszik is a halvány csík, úgyhogy... Most azon gondolkozok,
hogy várjam meg a házat, hamarosan csökkentett szénfelhasználásuk lesz. A házat, hogyha megvárom, onnastól kezdve házakat fogok legyártani, bár nem muszáj megvárnom, mert most jelenleg az embereknek le tudok rakni bunkhouse-t, ami a játék jelenlegi fázisában tökéletesen elegendő. Na, oda miért nem tudok? Ja, mert kavics van. Világos. Egyszer, meg még egyszer. Még egyszer. Oda sem tudok. Hova tudok még? Ide tudok. Kettő. Oda meg már nem. És ez még talán... Ezek még talán melegbe lesznek. De nem vagyok teljes mértékben biztos benne. Összekötöm itt ezeket a házakat utakkal. Mert ezek maradtak el. Hát így végig rakom. Szerintem ez itt teljesen jó lesz. Ott van. Az ott miért piros? Ja, gondolom ott szín van még, amit nem szedtem ki. Vagy úgy. A fára is kell majd... Fáról is kell majd gondoskodjak, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, hogy kifejlesztettük. Resource. Steam Coal. Steelworks. Steam Steelworks. Nem. Nem fejlesztettük ki. Nem fejlesztettük ki, és emberünk sincs úgy igazán erre a feladatra, úgyhogy most egy kicsit úgy megküldjük. És nézzétek a szenet! 1500 szén van! És dél van! 900-zal meg kell emeljük. És lássuk, hogy mi lesz a következő technológia. Mivel házra még várhatunk, ezért lehet, hogy a Steam Wall Drill lesz a következő. Ugye fát egy idő után, hogyha minden nyersanyagot kiaktázunk, csak a falból kapunk. Tehát célszerű ezt az egyetlen egy dolgot meglovagolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt ki is fogjuk fejleszteni. Szén miatt már nem fáj a fejem. Sőt, akár kaphat egy formán ezen a helyen is. 40% bónusz. 40% bónusz. 22,4 per óra, az nem olyan rossz. Úgyhogy elhasználtam most rengeteg nyersanyagot. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 embert tudunk vendégül látni. Lehet, hogy itt csináljuk meg a következő heat zone-t, vagy pedig itt. Vagy itt. Megérkezett. Ó, még több fa, még több nyersanyag, és még több vas. Elveszünk minden, gyerekek. Mi van már nálad? Rengeteg. 214 fa, 83 szén, 87 nyerskör, 214 vas, 5 steam core, és... Hát lehet, hogy ebbe az irányba megyünk tovább, vagy... Hazamegyünk! Hazamegyünk, srácok, lányok! 5 óra, és elérjük a következő pontot. Tele vagyunk kajával, tehát elkezdhetünk elraktározni nyers ételt, ami szintén egy alternatíva, és ezt a területet is beépíthetjük különböző raktárakkal, mert nem hiszem, hogy itt nagyon erőlködni szeretnék ezeken a pontokon, természetesen ezt majd melegítenünk kell, hogy legyen termelés, és ide akár lerakhatunk még egyet. Akár koltánpöröket is lerakhatunk. Akár koltánpört. Meg is nézem, hogy milyen... Igen. Hogyha lerakjuk a koltánpört, hogyha ide rakunk egy steam core-t, akkor gathering house-okkal, akár kettő steam core felhasználásával tudunk szenet kinyerni. Amennyiben kevés lenne a szén, de nem hiszem, hogy az elkövetkezendő 200 emberig kevés lenne az a nyomorult szén. Ezzel én határozottan meg vagyok elégedve. Hajnal van, hamarosan kész lesz a következő technológiánk, hölgyeim és uraim. És meg is érkeztünk. There is a relic to occur here. Oké, felfedezzük. Ilyenkor van választásunk, hölgyeim és uraim. Explore its safety. Risk your life. Leave it for now. Itt hagyhatjuk, hogyha nem akarjuk kockáztatni esetleg a felfedezőink életét, mert lehet, hogy van nálunk 5 steam core, lehet, hogy van nálunk nyersanyag, ami nagyon-nagyon kell. Tehát ez itt marad, és majd visszajövünk. Explore its safety, hogyha ezt választok, akkor fixen 100 fát és fixen 50 vasat kapunk. De aki nem kockáztat, az nem fog nyerni, srácok, lányok, ugye mi mindenféleképpen az életünkkel akarunk majd... Piece of the past! It was a gamble, but our scouts have managed to search the wreck without preparing beforehand. They retrieved the treasure it held. Ez az! Vissza is jönnek a kincsel kezükbe. És itt van az a gyémánt. És mi lenne, hogyha... Ja, nem tudjuk megcsinálni. Értem. Oké. Megnézzük, hölgyeim és uraim, hogy milyen kincset szedtek össze. Én már előrébb vagyok egy nagyon-nagyon picivel, úgyhogy tudom, hogy ez mi lesz. De a múlt egy szegmensét fogjuk meglátni és megérezni.
amit a mérnökeink hoznak haza nekünk. Oké, én szerintem kiadom egy forment, kiadok itt is egy forment, és a Valdirilbe pedig működik a forment. 203 nyerskanya, Steam Valdiril Researched. És arra kíváncsi vagyok, hogyha én ezt átépítem a formen, akkor is élni fog? Ez egy remek kérdés, úgyse tudjuk meg, hogyha nem próbáljuk ki. 10% szénkitermelés, ez most várat egy kicsit, faszénégetőt nem akarom erőltetni. Ha rengeteg fa van, akkor célszerű elgondolkozni ezen, akkor nagyon-nagyon célszerű. House, vagy pedig kevesebb munkás, vagy pedig... Generator Power Upgrade, ez majd kell, lehet, hogy tudunk csinálni meleget a nagyvihar idejére. Meglátjuk. Steam Hub Range. Néhány közül vacilálok, lehet, hogy a Factory-t fogom választani, hogy el tudjuk kezdeni legyártani a legyártani valókat. És onnastól kezdve ki tudjuk venni az embereket a különböző gyárainkból, például a Coltamperből, de az úgyis fűtöttnek kell lenni, úgyhogy... Vagy Coltampert külső területre rakom le, automatont rakok, és csak úgy a hőzónába lesznek benne majd a gathering posztok. Nem ezt fogom választani. Hanem a házat. Házat. Így van. És a következő technológia majd az egyel magasabb szintű technológia lesz, ami szintén egy óriási győzelem, szerintem. Megy a fejlesztés. És... igen, formen aktív. 20 per óra? Haver. Kész a ház! Ez az ereje annak, hogy a gyerekek segítenek a felnőtteknek, és van 4 darab workshopunk. Mindenkinek tudom javasolni, ez nagyon-nagyon könnyűvé fogja tenni a játékot. Rengeteg vas van elraktározva a hölgyeim és uraim, tehát elkezdhetjük az átépítést, illetve a plusz felépítést. A következő pont pedig nem lesz más, mint a 4-es kategória tier, 4-es kifejlesztése. Nagyon sok kaját tudunk csinálni, úgyhogy én a 300-zal megnövelem az elkészítendő kajának a mennyiségét, és a szenet is kell, és még több raktárat. Resource depot. Lehet, hogy ide fogjuk lerakni, megnézem, hogy a szikla mellett hogy férünk el. Így. Így férünk el a szikla mellett, hölgyeim és uraim, de lehet, hogy ebbe az irányba kellene jönnünk. Amúgy rohadt nagy területünk van, tehát az elején teljesen mindegy, hogyha varakjuk le. Ezt itt kihasználhatjuk lakóövezetnek, mert nagyon szép kerek a terület. Ez itt ilyen sziklás, tehát valószínűleg nem lesz túlságosan sok lakója ennek a zónának. És talán ide rakhatunk le néhányat ezekből a raktárakból. És az utolsót. Oké. És csak 60 fánk van, ami nem sok, de kevés. Úgyhogy ide rakunk egy utat, és szerintem ide közé, hogy mindegyiket elérjük. Így. Pörgessük meg! Elméletileg nem kapunk kevés fát, de ez a 20 per óra, ez egyáltalán nem sok. Nem igazán vagyok vele elégedett, úgyhogy lehet, hogy le fogok rakni egy fűrész telepet ide. Ja. Pörögjünk fel. Megérkezett. Megérkezett a felderítőnk, hozott amúgy 214 fát, tehát nem állunk rosszul fával. És automaton dizájnt megszereztük, hölgyeim és uraim! Zseniális! Mostantól kezdve fogunk tudni majd automatonokat gyártani, ami egy óriási győzelem. Place of Memories. Igen, archiválnunk kell ezeket a gondolatokat, ezeket az emlékeket. Public. És amit kaptunk, egy Archives, ami 400 fába kerül és 250 vasba. Ez egy óriási épület. De most nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy a felderítőinket újabb területekre küldjük el. Destroyed Mine. Ez ígéretesnek hangzik. Szimpatikusnak annyira nem mondanám, de ígéretesnek. Azt mondja, hogy szerintem ebbe az irányba indulunk el. 23 óra alatt ott vagyunk. Oké, megpörgetjük. Egy újabb mínuszt fog elérni az időjárás. És itt ezt a raktárat még szénre át fogom pakolni, ezt a raktárat pedig az élelmiszerre fogom átrakni. El szeretném menni azokért az emberekért, és szerintem egy olyan 18 óra alatt oda is fognak érni ezek a felfedezők. Újabb rendeletet adhatok ki, hölgyeim és uraim, ami szintén a Propose irányába megy.
börtön tudok lerakni, járőrszolgálatot tudok indítani, valamint egy propaganda központot tudok létesíteni, ami némi fa befektetésével egy olyan reklámot ad az embereknek, amivel növeljük a reményt. És mivel nem igazán vagyunk a helyzet magaslatán remény szinten, ezért a propaganda központot fogjuk előtérbe helyezni. Természetesen meg kell építenünk, ez egyértelmű, úgyhogy ezt a propaganda központot ide erre a meleg területre, bár másra is használhatnám a helyet, de le kell pakolnom, és még az éjszaka folyamán ezek a szorgos embereim fel fogják építeni, és megnézzük, hogy valójában milyen különleges képességekkel fogja felruházni a mi kis kolóniánkat. Ha a hőtérképet megnézzük, ugye mínusz 40 fokkal kell számolnunk, és most már ez a sawmill nem tartozik a meleg helyiségek közé. Azt hiszem, hogy itt be van kapcsolva a heater, és mint ahogy látjátok, mínusz 40 foknál, mert úgy, hogy kettes szintű heater megy, se termelünk elég hőt. Tehát most már az a rész jött el, hogy le kell raknunk ezeket a steam hubokat, de egyáltalán nem jövök zavarba emiatt, mert van 18 steam core-om és horribilis széntermelésem. Gyerünk, haver! Építs fel magad! Engineereket tudok elhelyezni abba az épületbe, hölgyeim és uraim, de azt hiszem, hogy valahonnan ki tudok venni engineereket. Ebbe van esetleg... engineer, kimaxoljuk, és berakom ide a 4 darab engineeremet. Emelkedett a remény, ami egy fantasztikus hír. Ezt nézitek, mekkorát ugrott. Óriásit. Óriásit. És 10 fal befektetésével ki tudok adni egy propagandát, ahol tudjuk motiválni az embereket, ahol meg tudjuk győzni, hogy ez nem lesz nektek rossz. Lássuk. Óriási ugrott a remény. Hát gyakorlatilag vihar alatt életben tudunk maradni, problémamentesen. És felépítettük fantasztikus központunkat, hölgyeim és uraim. Mostantól kezdve a szónoklataimat itt tudom a néphez intézni, csak úgy, mint Tropikó szigetén, és az embereket hittel és reménnyel tudom ellátni így a közeljövőben. Szent célom az, hogy feltöltsem ezt nem csak 4, hanem összesen 10 mérnökkel, és a lehető leghatékonyabb munkát tudjam biztosítani a megszavazott bizalom érdekében. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Óriási előrelépést tettünk a mai nap folyamán, és szerintem a következő vihar töredéke lesz annak a kihívásnak, amivel eddig szembe kellett néznünk. Nagyon jól haladunk, mert nagyon jó a termelésünk, nagyon jól működnek a felfedezőink, és a TIR 4-es tudományos csomag 64%-on van. Igen, 64%-on, és azt követően rámehetünk a plusz felderítőre, még több nyersanyag, még több steam core, illetve az igazán kemény technológiákra, csak hogy ne legyen probléma az, hogy kaját kell szereznünk, vagy hogy fűtenünk kell az emberekre. Hölgyeim és uraim, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!